41 évvel ezelőtt kezdte meg működését az ellátás, majd 2005 óta már önálló osztályként üzemel a hematológia a szabolcs szatmár vármegyei megyei oktatókórházban. Az osztály vérképző és nyirokszervi betegségek szakellátását végzi az onkológiai tömb épületében. A részleg a vármegyei szintű ellátás keretében a csontvelő transplantáción kívül gyakorlatilag minden hematológiai terápiát végez. Az osztály vezetését évelejétől Rejtő László vette át, aki 35 perc című műsorunkban arról beszélt, nagyon komplex feladatuk van a gyógyításban. A hematolog egyik része, amit talán legtöbben ismernek, a, a rosszindulatú vérképző szervi betegségeket jelenti. A másik része magába foglalja a vérszegénységet, a különböző vérszegénységek, vérszegénységeknek a differenciál diagnosztikáját, ami nem tartozik a rosszindulatú hematológiai betegségek közé. Tehát két részre oszthatjuk egyrészt koru, malignus rosszindulatú hematológiai betegségekre, másrészt nem rosszindulatú hematológiai betegségekre, beleértve az előbb említett vérszegénységet, például a vérlemezkéknek a nem megfelelő képződését, ide tartozik a véralvadás zavaroknak a nagy családja, akár a vérzékenység, akár a, akár a fokozott trombózis hajlam, tehát mindezzel foglalkozik a, 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 hematológia. A részlegen emellett rossz indulatú hematológiai betegek, azaz fiatal akut leukémiai betegek kezelését és gyógyítását is végzik. Rejtő László azt mondja, a hematológia területén is érzékelhetően növekszik a betegszám a hematológia osztály fekvőbeteg része 28 fekvőbeteg ágy, 28 ágyat tartalmaz. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon modern körülmények között tudjuk a betegeinket ellátni. A legtöbb korterem kétágyas, de, de vannak egyágyas izoláló kortermek is, és hát ezen a 28 ágyon éves, szinte, éves szinten 1100-1200 beteg fordul meg. A szakrendeléseken ennél lényegesen többen, tehát éves szinten az utóbbi években olyan 15 ezer beteg ellátására, vizsgálatára került sor. A hematológia az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág az egészségügy területén, tette hozzá a főorvos. Rejtő László azt mondta, a diagnosztika és a gyógyítás területén is történt előrelépés az utóbbi időben, így a túlélés esélyei is folyamatosan emelkednek. Ha valaki azt hallja, hogy, hogy, hogy rossz indulatú hematológiai betegség, akkor rögtön a kemoterápia, a citostatikus kezelés jut az eszébe, de mostanában egyre inkább előtérbe kerülnek a, a célzott kezelések, a biológiai kezelések, és nagyon sok beteget kemoterápia nélkül kezelünk kemoterápia nélkül, sok esetben fix idejű kezelésekkel, egy-két éves kezeléssel, nagyon jó általános állapotban remisszióba sikerül hozni, tehát a betegség eltűnik. Az új vezető elmondta, a egyházi osztály kiváló eszközparkjával és szakember képes arra, hogy ezzel a fejlődéssel tartsa a lépést. Hangsúlyozta, az ország más intézményeivel is kiváló kapcsolata van a Vármegyei Kórháznak, így a tapasztalatcsere is folyamatos a tudományterület szakemberei között.